archív felvételek a 90-es évek elejéről. Ez volt az első olyan osztály Nyíregyházán, ahol autista gyermekek fejlesztésével foglalkoztak a szakemberek. A csoportot kísérleti jelleggel a Bárczy Gusztáv általános iskolában indították el, a kísérlet kezdeményezője és vezetője pedig Tarnai Ottóné gyógypedagógus, pszichológus volt. A szakember a 80-as évektől a korai fejlesztésben dolgozva találkozott különleges tüneteket mutató gyermekekkel. Ebben az időben kezdték meg Budapesten Balázs Annáék a kutató munkát Magyarországon, meghívtak ide Németországból, Angliából, ahol már folytak ezek a dolgok, már beiskolázás is volt, és így őket hívták meg ide, és mi is eljutottuk hozzájuk. És részt vehettünk ezeken az előadásokon, amiket hallgattunk, és itt tanultunk tulajdonképpen először az autizmusról, és így kezdődött el, hogy őket is próbáljuk meg segíteni, hogy szakmailag is megfelelően segíteni, és ezért segítséget kértünk a minisztériumtól, hogy engedélyezzék, hogy egy osztályt nyithassunk. Bak Sándor is a közé a 6 gyermek közé tartozott, akik az első speciális osztályba jártak. Édesapja elmondta, hogy fia 4-5 éves korában még nem beszélt, ekkor fordultak vele szakemberhez. A család Budapestre is elköltözött egy időre, remélve, hogy a gyermek a legjobb fejlesztést kapja. Végül Nyíregyházára visszatérve találták meg a számukra legmegfelelőbb környezetet és szakembereket. Sándor ugyan nehezen fejezi ki magát, 16 éves kora óta azonban folyamatosan dolgozik. Jelenleg paplanok szabásával foglalkozik, munkájában pedig sikereket él meg. A dicséretek, amit kap a munkai vezetőktől, elmondásuk szerint, hogy miket végez, ez nagyon jól esik nekünk, és ez nagyon nagy eredménynek tartjuk. Hiszen kibontakoztathatja saját magát, a saját precizitását tulajdonképpen, ő egy nagyon precíz gyermek, illetve ifjú, és nagyon, nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán, hogy dolgozhat. És végül is nem unatkozik otthon egyedül, hanem kibontakoztathatja saját magát. Tarnai Ottóné egyesületével a kezdetektől küzd az autizmussal élők fejlesztéséért, elfogadtatásáért. A szervezet az elmúlt 15 évben az Autizmus Világnapján április 2-án is felhívta a figyelmet az autizmussal élők helyzetére. Az állapot megjelenési formái rendkívül különbözőek, erre utal a spektrum kifejezés. Szakemberek szerint világszerte milliók élhetnek autizmus spektrumzavarral.